Jó estét kívánok, kedves nézőink, a hétfő este Erdély Kávéház, Székelyudvarhely, G-Café, vendégünk pedig Fodor Emese. Fodor Emese triatlonista. 1976-ban született Székelyudvarhelyen. 1995-ben végezte a középiskolát a Székelyudvarhelyi Eötvös József mezőgazdasági szakközépiskolában. Ugyanebben az évben vett részt először triatlon versenyen, ahol a női kategória győztese lett. Többszörös országos cross-country és ereszkedés bajnok és a romániai kerékpár válogatott tagjaként többször is dobogóra állhatott a Balkán bajnokságokon. Emellett többszörös országos síbajnok. Egyik legnagyobb sikere a Gaigar MTB Challenge maratonon való győzelme, amely Románia egyik legnehezebb kerékpár versenyének számít. Jó estét kívánok, ez egy csókolom. Jó estét kívánok. A politikában volt egyszer egy vaslédi, ugye a Thatcher asszonynak mondták, hogy vaslédi, de a sportban, Székelyudvarhelyen és azt hiszem az országban is a vaslédi az most itt velem szemben ül, ugye? Köszönöm szépen ezt a címet, de nem, azért szerintem még nem tartok itt pontosan, mert ez csak egy fél Ironman, tehát egy fele. Persze azért voltak már nagy dolgok a sportkarrieremben, de nem kell úgy eldobni a súlykot. Hát ez most első verseny volt ezen a terepen, ugye? Igen, azt sugalták a szervezők, hogy Európa harmadik legnehezebb fél Ironman-je lesz, mivel föl kellett menni a Bőle a tóig, tehát a Vidrár utótól, ez szintkülönbségben 1600 métert, ugye a triatlonokban nem beszélhetünk ilyen horribilis szintkülönbség. Na most tisztázzuk a dolgokat, 1600 métert felmenni az azt jelenteni, hogy vízszintesen 1600, tehát másfél kilométert a biciklivel a hónom alatt egy lépcsőn fölmegyek. Igen, de tegyük hozzá, hogy a szintkülönbség nagy része az az utós, tehát úgy elmagyarázom, hogy volt az útvonal. Igen. 45 kilométert mentünk a Vidrár utótól a Bőle a tóig. És ebből az 1000 méter szintkülönbség a második 20 kilométeren, tehát nem az egészen, hanem úgy kell, ezen a rövid szakaszon volt aki leszállt? Igen, volt aki leszállt, volt aki meg se tudta csinálni. Szóval tényleg nehéz verseny volt, de én nem mondanám, hogy az, amit előre sugaltak, az éppen olyan életveszélyes. Most tehát... Emese, tisztázz! 45 kilométer föl, 45 kilométer le, tehát 90 kilométer biciklizés. Ez mondom, nem úgy volt, ahogy ők sugalták, tehát én azt gondolom a szervezők nem biztos, hogy olyan szintű sportolók voltak, vagy most mai napig azok, mint mi, és ilyen, mintha viccesen próbálták volna mondani, azt mondták, hogy azt írták ki a pálya leírásba, hogy az első 20 kilométerre nincs jelentős szintkülönbség. Na hát én... Találtál? Én megcsináltam már, amikor eldöntöttem, hogy szeretnék menni itthon a térképet. Igen. És kiderült, hogy egy ilyen hullámvasút az első 20 kilométer, ami azt jelenti, hogy már ott jöttek a... Tehát nem egy terep, igen. És akkor ugye a második, akkor volt ez az 1000 méter, leereszkedtél, és ugyanazt a hullámvasútat még egyszer meg kellett csinálni. Na, ha valaki sportol, akkor azt tudja, hogy milyen, amikor fel, le. De előtte úsztak egy kicsikét, nem? Igen, mennyi volt? Egy kicsit. Mennyi volt az úszás? 900 méter volt. Tehát körülbelül 2 kilométert úsztak, utána 90-et bicikliztek. Most egy átlag ember, ha munkahelyére megy, biciklizik oda 1,5 kilométert, ha sokat biciklizik, 1,5 kilométert vissza, az 3 kilométer egy nap, tehát ezt a 90 kilométert 3 hónap alatt biciklizi le, amit Emese mennyi idő alatt biciklizett le? Hát 4 óra pár perc alatt. Úgy volt az időmérés, hogy ezeket a 20 kilométeres szakaszokat felosztották, tehát 4 időmérő zóna volt. Ahogy meséltem, az első 20, akkor volt a második 20 a fel a mászásat Bülyatóig. Lefele 20, azért mérték 4 szakaszból, mert meghirdettek egy szakasz. Hegyek királya mászást is ezen az 1000 szint különbségen. Természetesen ezt is a lányok között elhódítottam a Hegyek királynője címet. Királynő, igen. Akkor véget ért a 90 km biciklizés, és akkor jól megérdemelt futás következett. Ugye, az csekély 20 kilométer volt. 21 volt. 21, bocsánat. És a versenynek ezt is mondom, úgy sugalták, hogy különlegessége, hogy 392 lépcsőfok volt a 21 kilométer végén, mert ott van egy szép emlékmű, és ahhoz a lépcsőkön fel kellett menni. Na hát, te sportoló is vagy, sok mindenen kívül, tudod, hogy milyen, amikor leszállsz egy
egy ilyen csekély kilométer biciklizés után, és a lábaidnak szólsz, hogy most akkor szaladj egy kicsit ki. Igen. Hát azt hiszem nekem ez a kritikus pillanatom volt. Ráadásul valami gond van az egyik cipőmmel, és megnyomta a talpélemet. Hát tudni kell, hogyha így már elbeszélgetünk, hogy én nem egy országúti kerékpárral abszolváltam ezt a távot, mert jelen pillanatban nincsen országúti kerékpárom, és kicsit taktikáztam, és hogy lehet, hogy miután elkészítettem a térképet, és megláttam a szintkülönbséget, és nekem már van itt két triatlonom a másik oldalán a hegynek. Úgy döntöttem, hogy hegyi kerékpárral megyek, az áttétek miatt is, és a hegyi kerékpáromra raktam verseny országúti gumikat. Keskeny gumikat. Nem teljesen keskeny, kicsit keskeny. Hát ezt a szakmabeliek tudják, 23-as gumit raktam, tehát... Jó, most mi átlag halandó embereknek, akik tehát most van egy kicsit vacsoráznak, miközben minket néznek, remélem a sörös poháron megállt mindenkinek a keze. Hát azért észreveszik az emberek, hogy mi a különbség az ország. Tehát sokan tudják, hogy az országútinak mások a fogaskerék számai, áttételei, hajlított kormány, a hegyi kerékpárnak jóval magasabban van az eleje, egyenes kormányt használunk, és persze teljesen más áttéteket hajtunk rajta. Emese. Volt egy pillanat is, mikor azt mondta, most már tegeződünk, én próbáltam itt magázodni egy ekkora vaslédivel, de hát mert túl régóta ismerik egymást, de volt egy pillanat, mikor azt mondtad, hogy kész, leállok, ezt nem tovább. Lehet, hogy ez most nagyon rosszul hangzik, de nem. Tehát én ezt a versenyt július első napján tudtam meg valakitől. Nekem az utóbbi két évem nagyon rosszul ment. Te lehet bizonyos dolgokat tudsz, csináltam egy csapat és márkaváltást, abból nem jött be semmi. Közben visszahívtak a régi csapathoz, ez nagyon örvendetes volt, de ott voltam első helyen, amikor a váltást megcsináltam, most így a sor végére kerülve, semmi hitel, ez teljesen normális, tehát valószínűleg én is így csinálnám, ha én lennék a csapatvezető. És azt mondtam, hogy mikor megláttam a kiírást, hogy na ez az a verseny, ami abszolút nekem való, közben biztattak mások is. Azt mondták, hogy ez a mászás, ilyen szintkülönbség, ilyen trasszéval, nem sem neked, gyerekjáték. Lassan kezdtem elhinni, hogy az, de ugye nehéz én túl rég, játék, igen, túl rég versenyzek, azt mondtam, hogy ezért csináltam térképet, mondom, és mindent átdolgoztam. Szakmai segítséget kértem a srácoktól, és kezdtük kitalálni, hogy hogy tudnám, nekem az első célpont, és mindvégig ez lebegett, nem megcsinálni akarom ezt a versenyt, én ezt a versenyt meg akarom nyerni. Most nem voltam annyira naív, azt is szem előtt tartottam, hogy ha bevonzanak valami külföldi versenyzőket, vagy ugye ott a technika ördöge, mert akármilyen jól felkészült vagyok, tehát én a kerékpáromat abszolút tudom szerelni meg, tehát maximálisan készülök egy ilyen versenyre, ott van nálam minden, bejöhet ugye valami. Elszakad a láncocska. De én azon, tehát mondom, úgy készültem, hogy nem megcsinálni, befejezni, mert azt mondták a szervezők, hogy a legnagyobb dolog lesz, ha be tud fejezni. Tehát ott nem lehet még kalkulálni, hogy mennyi időt, stb. És ezen kezdtem el gyúrni, hogy nem, ezt nekem meg kell nyerni. Ha nem jönnek nagyon erős külföldi versenyzők, akkor ugye esélyes vagyok az első helyre. Mennyit edzel naponta? Hát ez most más volt. Itt jó, úgy általában. Rég nem csináltam. Tehát ilyen órákról beszélünk, 3-4 órákról. Naponta. De ez ugye függ, te már sportolsz, te is tudod. Függ, hogy mire készülsz. Jó, én hosszú távokon versenyzek, de egy triatlonra ugye mind a három próbába kell készülni. Na most volt először az, amikor egyre többet hoztam össze a két próbát egy napra. Tehát ha reggel úsztam, akkor délután futtam. Ha reggel bicikliztem, akkor délután lehet, hogy még futtam. Tehát egyre többször edzettem kétszer. Nagyon odafigyeltem a pihenésre és az ételre. Tehát maximálisan nem akartam elhibázni. Nagyon sokat segített Deák Zsombor is, ugye őt is ismerjük, triatlonista. Vele már egy ideje beszélgetünk, hogy nem kell elmenni minden kis versenyre. Főleg, hogy nagyon sok versenyt kezdtek szervezni. És nem beszéltünk mindegyikről, tökéletes szervezés, meg jó versenyekről, meg jó pályákról. Tehát felhígult, mondjam rossz kifejezéssel, ugye ez egy üzleti ág lett Romániában is. Hát én nem látom ezt ilyen rosszul, végül is a turizmusnak egy része. Tehát ez nem rossz dolog, én nem mondtam, hogy ez rossz dolog. Ez a turizmusnak egy része, egy helységben
elmennek 150-en, 200-an, 300-an, ott költekeznek, esznek, isznak. Én azt hiszem, hogy a szentannatói turizmusnak nagyon jót tesz, hogy évente van ott egy futam. Így van, tehát én ne sajnálom, félre, hogy nyáron Gyergyóban nem lehetett megszervezni. A gyergyói turizmusnak nagyon szép lett volna egy verseny. Tehát, meg de ti a profik, sportnak, meg igen. De ti profik vagytok. De ebből meg tudsz élni, egy triatlonban meg lehet élni? Hát nem tudok, hogy mondjam, egy alapot ebből szerzek be. Kell tudni, hogy én nem olyan szinten élek, hogy... Tehát én egy nagyon szerény szinten tudok ebből élni. Nem járok Hawaii-ra nyaralni, soha nem is voltam. Tehát jó, nekem... Például a biztosításaidat ki tudod, az egészségügyi biztosításodat fizetni? Igen, ezeket az apró dolgokat kifizessük, mondom, tehát úgy élek, hogy én nem voltam moziba évek óta. Hát elég nehéz voltam. Székelyföldön moziba menni, de hát, na, de például ilyen helyekre nem jutok el, mert át kell gondoljam, hogy az előbb is, amiről beszéltünk, hogy én nem azért mondom, hogy felhigult ez a verseny dolog, ez nagyon jó. Jó a sportnak, jó a társadalomnak, mindennek. Tehát így összbe beszélünk, szükség van erre. Nekem el kell döntenem, hogy a felkészülés, az energia, a befektetett pénzem, stb. Mert hova irányítom. Nekem nem lehetnek üres járatok, elmegyek egy rossz szervezésű versenyre. Uh-huh. Ugye benevezek, oda megyek, panziót fizetek, ettem, előző hetek, hónapok munkája. Ezt akartam sugallni az előbb. Uh-huh. Nagyon jó, hogy vannak, kellenek, sőt, szükség van rá. Persze. Csak ki kell tudjam választani, hogy hol az én helyem, uh-huh, a mai felkészülésemnek, a mai eredményeim alapján, hol kell. Ez volt az a verseny, mondom, rengeteg üzenetet kaptam, hogy ez a te versenyed, és te erre nem szabad hiányozzál. Mondom, gyakorlatilag ezt el is hitették velem, hogy meg tudom nyerni mások. Aha. És volt egy pár olyan barát, aki annyira támogatott, hogy éreztem, hogy ők jobban akarják, hogy én nyerjek, mint én önmagam. Az Erdélyi Kávéház mai vendége Fodor Emese triatlonista. 1976-ban született Székelyudvarhelyen. 1995-ben végezte a középiskolát a székelyudvarhelyi Eötvös József mezőgazdasági szakközépiskolában. Ugyanebben az évben vett részt először triatlon versenyen, ahol a női kategória győztese lett. Többszörös országos cross-country és ereszkedés bajnok és a romániai kerékpár válogatott tagjaként többször is dobogóra állhatott a Balkán bajnokságokon. Emellett többszörös országos síbajnok. Egyik legnagyobb sikere a Gaigar MTB Challenge maratonon való győzelme, amely Románia egyik legnehezebb kerékpár versenyének számít. Ez az extrém sport, ez a hosszú távú olimpiai triatlon, meg stb. Úgy azt hiszem, hogy olyan székely sport kezd lenni. Tehát nagyon erős csapatok vannak. Hát sajnos vannak nagyon, igen. Csíkszeredában. Bár úgy lenne, hogy te mondod, megállapítás. Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön, ugye Dániel Attila már említett. Én nagyon sajnálom, itt két székelyföldi részvevő volt a hosszú távon, és bocsánat, három. Tönk Sándor is volt Kolozsvárról. Sokkal többen kellett volna legyünk, mert sokkal többen lennénk képesek erre. Lehet, hogy a költségek azok gátolják ebbe a mi székelyföldi sportra, úgy, hogy engem is. Mert hát te például önkormányzati támogatás sem? Semmi. Tehát nekem van egy kevés, mondom, most visszamentem a klubhoz onnan, a többi helyi kis apró kerékpárboltok és barátok és család. Tehát még nem tehát jött rá nem... arra a székelyföldi önkormányzat, hogy te akkora eredményeket hozol, hogyha ez kézilabdában lenne, akkor már rég szobra lenne a csapatnak aranyból, hát a igen, patkóban, nem a vasszékely mögött. Mit mondjam, soha nem voltam így, biztos tudják, hogy létezek, én is tudok róluk, de nem. Uh-huh. Nem, én szeretném, hogyha itt ki tudnánk valamit alakítani, mozdítani ebből a sportból, mind ahogy nálatok is Vásárhelyen elindult, uh-huh, ugye azt kell mondjam, hogy leveszem a kalapomat, első években segítettem sokat, óriásit haladtatok. És nekem ez egy szép példa, hogy ezt ha meg lehetne csinálni. Hát a semmitől nagyon messze elkerültetek, szóval van egy mag, hírnév, a gyermekek sikeresek, én ezt eredménynek mondanám nálatok. Ezt Udvarhelyen is nagyon szeretném. Itt a Csíki Hargita Triathlon Club, aki 2 éve léteznek, és nézve, nagyon, van. Igen, és van egy olyan csapat, a mindenütt ott tudnak lenni. Egy-két emberük, mondom, tőlük is volt a hosszú távon
Egy résztvevő és egy a rövid távon. Jó, hát azt hiszem, hogy ők is saját maguk pénzelik így van, ezt de a sportot. Valószínű, hogy akik most egy... fogják nézni, azt mondják, hogy Emese könnyen beszél, óriási költségekről beszélünk, ezen a versenyen óriási tét volt. Tehát nálam a nyeremény meg volt hirdetve kerekperec 1200 euró. De nagyon sok volt a kiadás, szállás, benevezés 100 euró, üzemanyag, és ha kezded sorolni, akkor rájössz, hogy az a nagy nyeremény, annak fele biztos, hogy már én elkötöttem, mielőtt a versenyre megérkeztem volna. Kedves nézőink, egy bicikli sokkal többe kerül, mint a... Nem tudom, jól látom. Igen. Tehát egy rendes versenybicikli, amivel te jársz, most azt hiszem a Merida-hoz tartozol. Hát én el tudom most mondani példát nekem, mert a versenyre nagyon nem volt mivel elmennem, és kellett vásárolnom egy autót is. Volt egy kevés sporolt pénzem, ami ilyen 3000 euró ég el volt, és szerettem volna, hogyha a klubon keresztül egy... tehát egy nagyon jót. Én úgy érzem, hogy nekem ennyi sportolás után úgy kijár is, hogy jó legyen. Na de ehhez kellett volna én valamennyi összeget áldozzak. És amíg ezen vaciláltunk, hogy bejön majd a gyártól a kerékpár, kiderült, hogy nekem most azonnal autó kell, mert nincs, ahogy elmenjek erre a versenyre. Tudva ezt a nagy nyereményt, kicsit rizikóztam, azt mondtam, hogy legyen. Megelőlegezem én ezt magamnak. Szóval a biciklim, amit kaptam a klubtól, az a katalógusi ára kétszer olyan, amennyi vettem én most egy autót. És ennek 4 kereke van, és 4-5 ajtója, tehát igen. Ezt nagyon drága sport. Néha úgy feldühíti az embert, hogy ekkora eredmények vannak. Emögött óriási befektetés, mert ez nem olyan, mint a foci, hogy nyert a csapat, nekem rosszabb formában voltam, álltam egész nap hátul a védelembe. Itt ezt végig kell csinálni az egészet. Tehát leúszod a 2000 métert, lefutod a 90 kilométert, és futsz egy 21-est utána. És akkor annyit sem képesek rád áldozni, még szponzorok sem, mint egy harmadik ligás futballistának, aki mondjuk ugyanez idő alatt ült a kispadon, mert nem fért be még a csapatba se. Hogy micsoda igazságtalanságok vannak, és nem tudom, hogy ebből hogy lehet kijönni igazából. Gondolkoztam én is ezeken, ha bár nekem nem szabad ilyeneken rágódni, mert ugye készülni kell. Nem tudom, hogy hol van elveszve a dolog, és hogy hogy lehetne előbb lépni. Tehát az tény, hogy a támogatási struktúra az sehol sincs itt. Ugyanígy, ahogy mondtad, hogy nem akarok most az országról beszélni, én beszélek a mi Székelyföldünkről, hogy ez mekkora dolog tényleg, ezek a, hogy elmész valahova, és azt képviseled, stb. És ugyanígy, hogy a gyilkostói triatlon nem képes az ottani hivatal és közösség támogatni. Akkora dolgokról beszélgetünk, és egyebeket nem szoktam rágódni. Azt a világ egyik legbutább példájának találom. Tehát, hogyha oda 150 ember elment volna Gyilkostóra triatlonozni, a 150 szállodai éjszakát jelentett volna. 150 ebédet, 150 üveg ásványvizet, 150 székelycsokoládét, ugye, mert azt meg szokta enni az ember, legalább 300 banánt, mert kettőt az ember megesz verseny közben. Tehát az egész gazdaságnak lett volna egy kicsi injekció, nem nagy, és hazavittek volna a résztvevők 500 darab fényképet. Milyen szép, menjünk ide anyukám még egyszer vissza, mikor ez nincs verseny. Tény is való, a Szent Anna triatlonról beszéljünk évekkel ezelőtt, és figyelem, ugye valamilyen szinten ismerősök maradunk ezekkel a versenyekkel. Eljött egyik évbe, következőbe hozta a családját, harmadik évbe hozta a családi barátját, teljes családdal, gyermekkemét, és olyan volt, hogy volt egy év, lehet emlékszel, 350 verseny, stb. Tusnád, eljöttek egy hétre is ezek a versenyzők családostól. Tusnádon azon a héten erről szólt az élet. És nem beszélve arról, hogy olyan bukaresti ismerősök, most már jó ismerősök, barátok családostól, akik miután visszamennek, azt mondják, hogy hát csodálatosan éreztük ott magunkat, ott elköltöttük a pénzünket, nincs román-magyar konfliktus, pontosan magyaroknál is, laktunk, magyar ételt ettünk, és ide még egyszer el fogunk jönni, vagy ültek még egy hetet azokba a borvizekbe a lábaikat egy kicsit retusálni, hogy erre valószínűleg, hogy mi is, akik részt veszünk néha ezekben a dolgokban, nem fordítunk elég figyelmet. Persze nem az elit sportolóknak kéne. Én nem tudom, ennél többet, hogy tudnék, mert amit kérdeztél, én nagyon sokszor gondolkoztam, tehát nekem is megjárja az eszem. De én az, hogy nekem jogom van-e ugyanarra támogatásra, vagy kitől kéne én kapjam, stb. Én, mikor
meglátom, hogy Csaba testvérnek van több ezer gyermeke, akinek milyen problémái vannak, akkor én felejtem is el, mert ez nekem nem probléma. Én eltornáztam magam az élet egy másik szintjére, ahol úgy megvagyok, jó vagyok, nincsenek olyan gondjaim. Szóval mindig vannak mozgássérült ismerőseim, stb. És mikor rájuk gondolok, vagy találkozok velük, akkor én mindig hálát adok a Jóistennek, és azt mondom, hogy Istenem, kicsit nézzél a szemed sarkából rá többet, mint rám, mert én erős vagyok, és kihozom. Hogy kezdted a sportot? Nekem édesapám síugró volt, ifjúsági román bajnok, aztán felnőtt korában, és ott volt az élmezőnyben, utána edzősködött. Én, ahogy, amire visszaemlékszem, már kezdtem sízni, tehát vitt ide-oda magával, aztán iskolától jött a kézilabda egészen az érettségig, és érettségi után szervezték itt az első triatlont az etevárai víztározónál, és a barátok azt mondták, hogy te annyit biciklizél, ki korondig, ki homoródig, persze akkor se volt kerékpárom, egy ilyen kis Pegász 20-as kerekű volt. És abból látnánk egy kis felvételt. Nincsen, sajnos nincsen. Nincsen. Úgyhogy ők azt mondták, hogy a nővéremnek elkértem a kis ilyen svájci, akkor jöttek be segélyben kamion számra biciklik. És elkértem az ilyen kis mama bicikliét. És arról leszettem mindent. Sárvédő, csomagtartó, lámpa. És akkor avval nyertem. Persze ez valószínűleg akkor is számított, hogy volt egy komoly sportmúltam, tehát egész életemben, hogy kézilabdáztam. De ez még ilyen kézimérés volt. Igen, minden, de a legjobb triatlonok voltak itt, de olyan mag volt már akkor, hogy... Abból te maradtál egyedül? Hát igen. Szabó Szeréna nálatok akkor úgy úszott, nagyon kis lány volt azokban az években, úgy úszott, hogy Bruno után ő jött ki a Most én reménykedem, hogy ezek most nézik a tévét, és magukba szállnak, és hát, ha egy nosztalgia az etevárai triatlont lehetne jövőre rendezni. Ez nagyon szeretném, ha ez az én álmom valósulna, hogy még hát egyszer. Ez egy csoda, én még mindig a csodáknak tartom, mert az egyetlen sport talán még, ahol a vérprofik az amatőrökkel együtt versenyeznek, és nem zavarják egymást. Tehát ez körülbelül olyan, most én nem akarok felvágni, hogy néha én is részt veszek ilyen versenyeken, de olyan, mintha Messivel lennék egy pályán. És Messi néha passzol is, mert amikor megelőztök, nagyon rendesek vagytok, és szoktatok egy-két biztató szót mondani, még tanácsot is szoktatok adni, és az ember olyan büszke, mert azt hiszi, hogy ha ő is részes ennek a csodának. És én normálisnak tartom, hogy mi fizetünk, hogy részt vessünk egy ilyen versenyen, amiből eltarthatnánk a profikat. Igen, meg ez, amiről beszéltünk, hogy egy szervezés alatt, hogy mennyit hoz egy városnak, egy vidéknek, tehát ezekből is lehetne vissza. Hát ez egy aktív turizmus egyeseknek, és egyeseknek pedig kemény sport. Aha. De biciklire nem gondoltál, hogy te bicikliversenyzésből élj meg? Nem lehet ez még itt nálunk. Nem lehet. Nem lehet. Fiatal koromban játszottam a gondolattal, hogy ha kimehetnék, én mekkora bajnok lehetnék. Uh-huh. Próbálkoztál nemzetközi szinten valahol? Nem próbálkoztam, mert a nyelvet nagyon későn, és a nyelvből is csak a németet tudtam nagyon elsajátítani olyan szinten, hogy megéljek, és most már nem mennék el semmiért. Most már, hát így kialakult bennem is, hogy ezt itthon... Egy kicsit olyan konokszékely vagy, nem? Igen, hát édesapám nagyon konok, és valamik rám ragadtak belőle. Itthon kéne, mi is meg kell tudjuk csinálni azt, amit Svájcban, azt, amit a németek, azt, amit a franciák. Miért ne? Minden megvan adva. Hát sok minden nincs megadva. De azt ki tudjuk. A gondolkodási módunk az nincs megadva. Hát igen. Tehát... Elég hamar feladjuk. Az az alaposság azért nem mindig jellemző ránk. Csináltunk már nagy dolgokat. Aha. És ez nem olyan nagy dolog. És mivel foglalkozom, mikor nem biciklizel, futsz és utszol? Akkor szerelem a kerékpárt. Nem, az utóbbi évek azért nagyon evételtek el. Ugye télen oktatás, sioktatás, snowboard oktatás, fenn vagyunk a hegyen, tehát az a turizmusnak egy része, amivel foglalkozunk. És olyan rövid ez a két tél közötti nyári időszak, hogy mire lekerülünk onnan, április közepe van, elversenyezzük az évet. Megszámoljuk, mennyit fizettünk rá az idén? Nem számolunk rá. Nekem az idén inkább volt egészségügyi problémás. Az, ami gondot okozott, hogy gondolkoztam, hogy kell ezt ilyen szinten erőltetni. Ugye, amikor bejön valami a gépezetbe, akkor elkezdesz gondolkozni, hogy hol a hiba.
De hát ne csinálj semmit, és akkor is rád jön egy csomó minden az életbe. Így van. Köszönöm szépen Fodor Emesének, hogy beszélgettünk egy kicsit. Meghívást. Elég sok szomorú dolgot beszéltünk, de remélem, hogy megoldódik egyszer. Nem, beszéltünk a szomorú dolgok, a valóságról beszéltünk. Akkor a valóságról beszéltünk. Köszönöm szépen még egyszer. Én is köszönöm a kérdést. Nézzünk, ennyi fért már az Erdély Kávéházban. Emesével beszélgettünk extrém sportokról, biciklizzenek önök is, minél többet fussanak, ússzanak, megéri. A viszontlátásra jövő héten ugyanitt, ugyanebben az órában.